Emlékezünk még sokan 1989. június 16-ára. Úgy éreztük akkor, hogy nagy napra ébredtünk. Hogy eljött a mi napunk. Hittünk abban, hogy egy élhető hazát fogunk tudni együtt építeni. Aztán rövidesen rá kellett döbbenni arra, hogy becsaptak bennünket, hogy visszaéltek a hitünkkel, a jó indulatunkkal, és visszaéltek a kivégzett mártírjaink csontjaival. Akkor még nem tudtuk, hogy ezek a csontok arra szolgálnak, hogy a szocializmus rogyadozó pilléreit alátámasszák, és hogy tovább vigyék, de már más címke alatt azt, amit tulajdonképpen 19-ben kezdtek el. Ma már pontosan tudom, és pontosan látom, hogy mivé akarják tenni hazánkat. Ma már a sátán topzódik ebben az országban. Emlékezzünk, nem olyan régen történt. 1956-50. Évfordulója. És készültünk. És arra kértem az Istent mindig, hogy csak azt engedje meg, hogy amit soha nem reméltem, az 50 éves évfordulót megéljem. És még megéljük egy páron, hogy együtt tudjunk ünnepelni. És mi történt? Ami 1956-ban vérbe folytották a forradalmunkat. Vérbe folytották. És olyan az történt utána, mint 56-ban. Mi voltunk az ellenforradalmárok, ma mi voltunk a csőcselék.